Szarjájából a vektorok azok rendezett szám egyesek lesznek. Rendezett szám három, szám hármas, szám négyesek, szám egyesek akár. Például kettő, ez egy vektor. Ugye a kettő, ebben a sípban, ha már sípre fogva jött, ez a kettő, ő a kettő, nem egy kicsit ajánlóan. Ő a kettő vektor. Nézzük meg, hogy sík vektorok valóban vektor felett alakulnak el, az előbb is feltett szabályok szerint. Igazából két sík vektor, összeges sík vektor. Most a sík vektor tudunk definiálni, hogy rendezett szám. Tehát igazából, x1, x2, x2, az valami hasonló, valami képződmény. Most ehhez legelőször szükség van az összeadás egy művelet definíciójára a vektorok között. Azt mondjuk, hogy két azonos komponens tartalmazó vektort össze kell tanni, és komponensenként adjuk őket össze. Tehát az eredmény nem lesz más, mint x1 plusz x2, x2 plusz ő a vektornak az összeadása. Nézzük meg, hogy ez kiegyíti a vektor térség feltételeit. Igazán, hogy két síkvektor összeges síkvektor, természetesen igaz. Igaz, hogy ez az összeadás komutatív? Hát persze, nézzük meg felcsérhetőre, onnan akkor kezdve valós számokat adsz össze, legalábbis testvéri számokat adsz össze. Igazán, hogy asszociatív, ugyanez el. Igazán, hogy létezik benne túl vektor? Hát persze. Nézzük, mi történik a szorzásnál. Szorzást szintén komponensenként definiáljuk. Ha veszünk egy lambda testbeli skalát, most ha nem lambda testbeli skalát veszünk, hogy ne keverjétek össze a lambdát a x-et, vegyünk mondjuk tau. Szóval, ha benne van a vektor, természetesen igen, ez a vektor lesz.